szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Bíró Szabolcs, a Vasas labdarúgó csapatának kapusedzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Jól megy a Vasasnak. Köszönjük szépen, igen, hál' Istennek. Így terveztük. Eddig csak nyertetek, és azt hiszem háromnál kevesebb gólt nem is lőttetek. A gyirmoknak kettőt. Kettőt? Igen. Kellett valamelyik meccsnél is, hogy a Vasas kapusa rátegyen még egy lapáttal, hogy parádézzon? Hát most azt mondom, hogy igazából ilyen konkrét parádé az itt Balmazújvárosban volt, de nyilván minden mérkőzésen kell, hogy hozzátegye és hozzá is teszi a maga részét. És hát ilyen szempontból nagyon szerencsések vagyunk, és én is, mint kapusedző, hogy egy ilyen kvalitású kapusom van a másik két kapus mellett, mint a Németh Gabi, mert mind emberileg, mind szakmailag azt tudom mondani, hogy egy kifogástalan állapotban lévő ember. Uh-huh. Akkor a sok dolgod nincs is a kapusokkal. Igazából arra kell nagyon figyelnem, hogy nagyon elroncsom őket. Meg hogy mindig élesek legyenek. Nyilván a formában a tartás és a minél jobb szereplés érdekében. Nehéz egyébként folyamatosan élesbe tartani? Mert azt olvastam valahol arcpoétikád a kapusokkal kapcsolatban, hogy folyamatosan ugye 100%-on kell lenni, tehát koncentrációban, tehát 99% sem jó. Ezért kérdezlek, hogy nehéz ezt elérni? Akár meccsen, akár a felkészülés során, hogy végig oda tegye magát a kapus? Hál' Istennek, mint mondtam, könnyű dolgom van, mert mind szellemiségében, mind szakmai vonalon nagyon-nagyon jó állapotban vannak a srácok. Igazából itt egy dolog van, amit én szoktam tőlük kérni, hogy ugye a bemelegítő rész után, ami ugye mindenkinek az egyéniségéhez van igazítva, onnantól kezdve minden egyes gyakorlatot, ami nem hosszú gyakorlatok vannak, úgy végezzenek, mintha meccsen lennének. Uh-huh. Tehát teljesen koncentrált állapotban, maximális gyorsasággal, mert csak így lehet előrelépni. Az egy dolog, hogy az ember mit mond, mit kér, az a legfontosabb, hogy a vevő, vagy tehát a másik oldal, erre hogy reagál. Abszolút jól. Jó, abszolút. Persze, és csak és maximális, ezen sok múlik, mert te kiterted a szívedet is, persze, hogyha nyilván. Olyan. Nyilván, hát én is annak idején még pályafutásom alatt dolgoztam társként olyan kapussal, aki hát mentálisan nem igazán volt edzéseken olyan, amilyet most én szeretnék. Aztán volt, amikor meccsen viszont ő is hozta a maximumot. Tehát ez is inkább ilyen személyiségfüggő, hogy ki hogy viszonyul a feladatokhoz. Én ennyit kértem a srácoktól, de mondom, én nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, és ezt mondjuk hangsúlyoztam annak idején, mikor elkezdtük a közös munkát a fiatalabb korosztálynak itt nálunk, hogy ők is nagyon szerencsés helyzetben vannak, hogy egy ilyen ember véd előttük, és edzhetnek vele nap, mint nap. Borzasztó sokat lehet tanulni a Gabitól, mint szakmailag, mint hozzáállásban és emberileg is. Bocsáss, hogy nem hozzád tartozik, tudom, de hogyha valaki ennyire jó, miért az MB2-be véd? Hát igazából erre a Gabi tudná megadni a választ. Én csak úgy hirtelen, hogy átfutott gondolom, az ember agyán. Igen, hát azt mondom, hogy szerencsére a miénk, és remélem, hogy sokáig az is lesz. Jövőre NB1-be fog védeni egyébként. Akkor egyértelmű Vasas fel fog jutni. Hát ezt azért így nem merném kijelenteni, hogy egyértelmű. Nyilván a célunk az, hogy a feljutásért harcoljunk, amiben természetesen benne van az, hogy fel szeretnénk kerülni. Azt hiszem, hogy elég jól indultunk ehhez, hogy így azért magunkba magasra tegyük a lécet, és azt mondjuk, hogy igen. És aztán hát meglátjuk, ahogy szokták mondani, a tyúkokat este számolják. Igen. Remélem, hogy májusban örülhetünk. Mi volt Balmazújvárosban? Elúsztatok 3-0-ra, és utána állítólag tudósítók szerint ez X-nek kellett volna lenni. Nem, ennek így kellett volna lennie, ahogy volt, csak nem kellett volna az a két gól. Hát tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ugye elhúztunk 3-0-ra, az első fél időben egy parádés játékkal, azt lehet mondani.
És hogyha kicsit viccesen akarnék fogalmazni, akkor megpróbáltuk izgalmasá tenni a második fél időt, hogy mégis legyen miért izgulni a nézőknek. Hát nem, sajnos egy kicsit bealudtunk a második fél idő elején. Az okokat majd a Karcsi taglalja, és majd ő elmondja ezzel kapcsolatban, illetve már el is mondta a véleményét. Hát egy ilyen kicsit ilyen klasszikusan megnyugodott a csapat, kijöttünk a második fél időre, és a Balmazújváros pedig szerintem úgy jött ki, hogy most már nekik minden mindegy, kicsit felpörögtek, és rúgtak két gólt, de aztán hál' Istennek kicsit felébredtek a srácok, és biztosan nyertünk. De te is megerősítetted, azért kellett most a kapusod is, hogy jól kellett, legyen. Így van, azért mondom, hogy egy kicsit pörgősebben kezdte a Balmaz is a második fél időt, annak ellenére, hogy ugye 10 emberrel játszottak, és hát főleg igazából 3-2-nél kellett a Gabinak 2-3 olyan védést bemutatnia, illetve a meccs végén, ami azt mondom, hogy 3-2-nél most kicsit túlozva meccsbe tartotta a csapatot, és aztán egy magabiztosságot kölcsönzött a végén. Igen, bízunk benne, akkor jókor jött ez a pofon, mert ugye ez 3-0-ról, ugye így fölállt a Balmazújváros, miközben ugye még ki is állítottak közülük egy játékost, tehát rájönnek arra, hogy nem lehet soha semmikor senkit félvárva. Így van, hát igazából a pofon az még a Diósgyőri kupameccs volt, ezt én azt mondanám, hogy inkább csak egy ilyen kis figyelmeztetés volt, hogy ugyan jó csapat vagyunk, jó játékosok alkotják a csapatot, de nem lehet kiengedni. Tehát az utolsó pillanatig koncentrálni kell és hajtani. De ez, erre a Karcsi nagyon figyel, és nagyon-nagyon jól egyensúlyban tudja ezt tartani, hogy most nagyon csúnya szóval ne szálljon el a csapat. Te kimondottan a kapusok formájáért felelsz? Így van. Még akkor eddig nem odont? Hál' Istennek nem. Hogy lekopogjam, szakmailag én úgy érzem, hogy nem volt. De erre úgyis az élet adja meg a választ. Holnap érdekes meccs lesz. Ugyancsak liga mérkőzés, tehát nem annyira véresen komoly meccs, de hát Újpesten játszik a Vasas. Igen. Ugye, és a Vasas kispadján Szanyó, Víró, Szabolcs. Igen. Ugye te az Újpesten a bajnoki címet is szereztél. Így van, 98-ban. De Karcsi is. Karcsi is, így van. Akkor várjátok, na jön ezt a meccset? Hát szerintem igen, úgy vagyunk ezzel, mert nyilván a Karcsi nevében nem tudok nyilatkozni, de nyilván ilyenkor az ember egy kicsit pluszba úgy jobban izgul, nevezhetjük ezt annak. De én azt gondolom, hogy nincs itt akkora teherről szó, hogy most ezt így túl kelljen nagyon misztifikálni ezt a dolgot. Egyrészt azért is, mert rég volt, nyilván nem elfeledve és a megfelelő helyén kezelve azokat az éveket, de hát azt is látni kell, és nyilván aki a labdarúgással foglalkozik, illetve benne van, azt is látja, hogy ez az Újpest azért már nem az az Újpest, teljesen kicserélődött közeg. Most nyilván az utóbbi időben, hogy Kovács Zoli visszakerült, igen, ezáltal azt mondhatom, hogy megvan a kapcsolódási pont, de saját... Talán még a Brockhauser. Igen, hát mondjuk én már vele nem voltam egy csapatban, egy idősebb korosztály, igen, nyilván igen, a Brocki ő szintén. Tehát itt a Kovács Zoli által megvan a kapcsolódási pont, de se a vezetésbe, se a játékosok között már nincs olyan. Ez egy liga mérkőzés lesz. Ugye, ha jól tudom, ez azért is akarta az MLS, hogy itt a fiatal játékosoknak legyen egyfajta játék lehetőség. Nálatok mi a helyzet? Például a kapus poszton. Kipróbálsz most más? Az összeállítás az mindig a Karcsi dolga. Mm. Nyilván a kapus részét, hogyha úgy van, és olyan dolgok vannak, akkor megbeszéljük. Az összeállítás, tehát a csapat, a mezőnyjátékosokról én nem tudok nyilatkozni, hogy milyen lesz az összeállítás. Azt tudom, mert azt már megbeszéltük, hogy igen, a kapuba a Hermány Bence fog állni, tehát ő fogja a liga kupákat védeni. Az összes többi pedig majd a Karcsi. Így van. Hogy fogadta Bence? Örül neki, és hát nyilván szüksége van a mérkőzésekre, igen. Mert az, hogy hónapokon keresztül csak edz az ember,
az azért nem annyira jó. Más egy meccsterhelés, más az, hogy edzésen jól teljesít valaki, de lehet, hogy nyomás alatt nem bír úgy. Hál' Istennek itt nincs probléma, ezt a Bence bizonyította már tavasszal, amikor Gabi sajnálatos módon megsérült Sopronba, és nagyon-nagyon jól helyettesítette, illetve hozta végig utána a tavaszi szezont. Remélem, hogy és bízom benne, hogy holnap ugyanígy fog teljesíteni. És biztos vagyok benne. Elégedett vagy a pályafutásoddal? Hát azt mondhatom, hogy igen. Azt szoktam mondani, mert nyilván sok újságíró megkérdezte már, hogy olyan 90%-ban igen. Ami döntéseim voltak, én döntöttem. Nyilván most visszafelé lehetne magyarázkodni, hogy ezt miért, azt miért. Nyilván ezzel a tudással, ami már azóta felhalmozódott bennem, lehet, hogy egy-két döntést másképp hoznék meg. Igen, azt mondhatom, hogy elégedett vagyok. Azt, hogy ugye Nyíregyházán tanári diplomát szereztél, igen. Ez nem befolyásolta a karrierednek az alakulását? Nem, igazából. Nem törte meg? Nem. Meglepő módon ugye abban az időben még nem volt annyira nagy divat vagy dolog, hogy valaki főiskolára, egyetemre jár és mellette focizik. Hál' Istennek Nyíregyházán az volt a szerencse, hogy a futballpálya, a stadion meg a főiskola pont egymás mellett van, tehát időben nem volt akkora kiesés nekem. Akkor még nem számítottam ilyen első, úgymond első számú kapusnak, tehát oda tudtam figyelni jobban a tanulásra is, illetve a tanáraimnak nagy része is úgy állt hozzá, hogy kicsit többet elnéztek nekem, ha esetleg hiányoztam, mint esetleg másnak, de nem volt jellemző. Tehát a kötelező, úgymond minimumot hoztam az óralátogatások során, hát nyilván az összes többi csibészség meg benne volt, amit főiskolán el lehet követni. Ugye Nyíregyházán tűntél fel? Hát attól függ, mit nevezünk feltűnésnek. Igazából ott... Te ott... akkor figyelt fel rád a szakmát. Azt lehet mondani, hogy Nyíregyházán védtem az első NB2-es meccsemet is, meg az első NB1-es meccsemet is. Tehát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy ugye Kazincbarcikáról indultam, a 19 éves koromban kerültem el onnan főiskolára. Ott játszottál a felnőtt csapatban? Keretben voltam. Tehát ugye akkor még ez az ifi serdülő rendszer volt, és akkor 18 évesen ugye kiöregettem a Barcika ifiből, de akkor még azt hiszem volt ilyen, hogy 2-3 túlkoros visszajátszhatott, és akkor tulajdonképpen én a harmadik számú kapusnak kerültem a felnőtt keretbe. De ott nem is védtél? Nem, ott nem védtem igazán. Hát ott tulajdonképpen egy fél évet töltöttem, mert én januárban kerültem le Nyíregyházára, pont amiatt, hogy átigazoltak, és ha már oda megyek főiskolára és fölvettek, akkor megegyezett a két klub, hogy akkor már a tavaszi szezont töltsem ott, és azt a fél évet akkor még a nyíregyházi ifibe védtem túlkorosként, úgymond, mert akkor ezt így hívták. Aztán jöttek a klubok. És aztán jöttek a klubok, így van. Milyen érdekes, a Vasassal is nyertél bajnokságot? Nem. Nem? Másodosztályban, nem? Én úgy emlékszem, hogy akkor második helyen került fel a Vasas. Igen? Igen. MTK? Az MTK-val. Az igen. Is ott volt, ugye? Az MTK-val a másik vonal. Igen, azzal a másik, megnyertük a másodosztályt, így van. Azt olvastam valahogy, a külföldi pályafutásod azért az alakulatot volna jobban is. Hát mivel hogy sehogy nem alakult, ezáltal igen, alakulhatott volna jobban is. Hát konkrétan az újpesti évek alatt volt, illetve lett volna lehetőségem rá, de rajtam kívülállókok miatt ez meghiúsult. Csak egyszer-kétszer lehetett volna menned, vagy... Amiről én tudok, az három csapat érdeklődött különböző időpontokban, tehát nem egyszerre. Az egyiket én nem akartam, vagyis jobban van, nem szerettem volna menni az ország miatt, hogy melyik, azt most inkább hagyjuk. A másik kettő igazából nem tudom, mert hozzám el se jutottak a tárgyalások, csak a hírek, hogy érdeklődés van. Állítólag egy konkrét megállapodás is született. Ha jól emlékszem, talán egy francia másodosztályú csapat, de erre nem vennék mérget. És akkor valami olyasmi történt egy éjszaka alatt, hogy elálltak
a vételtől. Te jó lett volna kimenni. Azt gondolom, hogy az igen. De már csak a tanulás miatt is, a jövő szempontjából van, is. Ezért mondtam, amikor kérdezted ezt a pályafutás dolgot, hogy ez a 90%. Tehát ez a 10, ami kimaradt, oda szívesen mentem volna, de hát nyilván ebben benne volt az is, hogy akkor még közel sem voltak ilyen lehetőségek, mint most. Ugye akkor még nem volt a határ megnyitva, akkor sokkal bonyolultabb volt, nehezebb volt kimenni. Most gyakorlatilag kis túlzással azt mondom, hogy valaki, aki úgy gondolja, hogy ő nem Magyarországon, hanem bárhol a világon, fogja a kis focicsukáját, vagy kapuskesztyűjét, felül egy repülőre, vagy egy buszra, kimegy, és a maga szintjéhez képest ott próbálkozik, ahol akar, valahogy beengedik éppen. Talál csapatot magának valahol. Biztos, 100%, és én is azt vallom, hogy aki külföldre szeretne menni, az biztos, hogy ki tud menni. Nyilván lehet, hogy egy alsóbb szinten kell elkezdenie, de hogyha ő érvényesülni akar, és megvan benne a kitartás és a tehetség, szerintem idővel fel tudja küzdeni magát a megfelelő helyre. Hogy állsz a kapusiskoláddal? Jól tudom, a Kavicssal, ugye volt valami kapusiskolát? Van. Hát igazából ez nem kapusiskola, hanem ez egy ilyen általunk régen, tehát 4-5 évvel ezelőtt kezdtünk mi erről beszélgetni, de akkor még nyilván, mivel mind a ketten viszonylag aktívak voltunk, illetve a Kavics az jobban, nem volt ennek realitása, mert időben nem tudtuk összeegyeztetni. Itt tulajdonképpen nem iskoláról van szó, hanem azt forszíroztuk, hogy MB3-tól lefelé nem igazán alkalmaznak kapusedzőket. Vagy anyagiak miatt, vagy mert nem, egyszerűen. És akkor kitaláltuk, hogy kvázi mi házhoz megyünk kapusedzést tartani, amelyik csapatnak, és ez csak MB3-tól lefelé, mert nyilván MB2-MB1-ben ez megoldott, MB3-tól lefelé, akinek igénye van rá, nem kell nekünk, egyrészt jó, mert nem kell pályát keresgetnünk, hogy hol tartsuk meg az edzést, hanem azt mondjuk, hogy most Monor, akkor megyünk Monorra, Ócsa, akkor Ócsára. És kocsiba ültetek, és akkor lementetek. És kocsiba ülünk, és lemegyünk, egyeztetünk az edzővel, a kapussal, hogy ő mit szeretne, mennyit szeretne egy héten, milyen típusú edzést tartsunk szakmailag neki, mi lenne a jó, és akkor ezt megvalósítjuk. És? Működik jó. Még? Jó, igen. Igen, azt mondhatom, hogy már egy kicsit túl is vagyunk. Még tudod is csinálni a Vasas mellett? Most a Vasas mellett nekem egy kicsit nehezebb, tehát most ez inkább a Kavicsra hárul, és most már két-három embert úgy próbálunk be is vonni, akik segítenek, mert már... Vannak? Vannak, hál' Istennek vannak, mert most már tartunk edzést a felnőttektől a gyerekekig, illetve hát ugye a Kavics, mivel a női válogatottaknál van, lányoknak is tartunk edzést. Tehát összeegyeztethető, most nekem egy picit nehezebb, de megpróbáljuk úgy koordinálni, hogy ez azért jó legyen. Pro licensz megvan? Na hát az nem, az messze van. Egyelőre még az alapoknál kezdjük, de hát nem egyszerű a történet, mert ugye februárban szerettem volna illetve márciusban indultak a C tanfolyamok. Na most én februárban, miután ugye itt meglett ez a Vasas dolog, én három helyre is beadtam a úgymond felvételi jelentkezésemet, mert egy ilyen e-mail formájába kellett jelentkezni. Na most a háromból egy se jött be. Mert? Hát beadtam a Pestire, ami itt Pesten indult. Ott onnan visszahívtak, hogy betelt, beadtam, azt hiszem, hogy Jászberénybe volt, mert így kilométerbe próbáltam itt maradni. A Jászberényi, vagy ha nem ott, akkor elnézést kérek, és akkor valahonnan onnan a környékről, onnan visszahívtak, hogy elnézést csak a megyéből vesznek föl, és akkor utána beadtam a Gödöllőire, mert az aztán végképp még jó lett volna. Onnan, amikor elküldtem az e-mailt, még aznap kaptam egy visszaigazoló e-mailt, hogy köszönjük, megkapták a jelentkezésemet, majd onnantól semmi. Tehát onnantól néma csönd volt. Február 20-án volt azt hiszem a zárás a jelentkezésnek. Én délben, február 20-án délben felhívtam ezt az urat, aki nekem küldte ezt az e-mailt, hogy elnézést, nem kaptam semmilyen visszaigazolást, hogy mikor, hova kell menni, ez mit jelent. Akkor gondolom valószínűleg nem hívnak be. És mondta, hogy hát igen, akkor valószínűleg nem. Tehát azt tudom, hogy azt hiszem, hogy 50 embert hívtak be elbeszélgetésre, és akkor abból 24-et vettek föl. Hát most ebbe így nem fértem bele, úgyhogy most várom a következő turnust, aztán megpróbálom megint. De hát... De miért nem? Ha jól tudom, neked egyik ugye testnevelő tanár is vagy. Matematika testnevelés szakon végeztem, igen.
A TFN végeztél, ugye? A TFN, amikor lediplomáztam Nyíregyházán, akkor utána én a TFN elvégeztem, akkor ezt úgy hívták, hogy edzői, sportmenedzseri szak, de ez tulajdonképpen érvényét vesztette, amikor itt megvolt ez az edzői átszervezés. Igen. Tehát gyakorlatilag nekem most akkor megvan a testnevelő tanári diplomám, meg a 25-6 éves szakmai múltam, és hát most nyilván kezdem felnőtt NB1 bajnoki aranyére. Hát azok már csak a címek. Most megpróbálom felépíteni ezt a részét. És nem kellettél egyik helyre se. Azt mondják, hogy van jobb. Igazából az okokat nem tudom, nem is firtatom. Érdekes. Jó. Így alakult, én ezt tudomásul vettem, nyilván csináljuk tovább. De ez nem hátráltott munkádba. Én azt gondolom, hogy nyilván a szükséges előírásoknak megfelelően mindenféle olyan papírra rendelkezni kell egy idő után, ami ugye jogosítványt ad bizonyos dolgokra, de azt gondolom, hogy egy szakmai munka az nem egy papíron múlik, illetve hát az a része, mondjuk én azt gondolom, hogy amit én 4 évig tanultam és diplomát szereztem testnevelésből, illetve hát most a matekból is, de az ugye nem ide tartozik, az azért ad egy olyan fokú képesítést, nevezzük annak, hát végül is csak tanár vagyok. Így van, tehát. Így van. Ezért furcsa, de hát ez van. Illetve ugye ezzel még egy olyan dolog van, hogy ezek a licenszek, tehát a CB, ez igazából ugye edzőképző, tehát igen, csapattal foglalkozó. Hát most ugye szó van arról, most pont május végén volt egy konferencia Telkibe, ilyen kimondottan kapus edzőknek, hogy remélhetőleg most ősszel már indul egy ilyen speciális kapus edzői tanfolyam. Uh-huh. Nem tudom még, hogy milyen formában, tehát hogy kötik-e esetleg C-hez, B-hez, vagy valamihez, vagy aki csak, mondjuk én, csak kapus edző szeretnék lenni, az direktbe mehet. Még ezt nem tudom. Nagyon pozitív volt az a konferencia, nagyon jó, nagyon hasznos volt. Hát remélem, hogy lesz egy ilyen, mert akkor azt sokkal szívesebben csinálnám. Nyilván, hogy amíg nem, addig ezen a végén kezdjük a dolgot, és akkor végig csináljuk, ameddig ezt kell. Zárásként EB-selejtező vasárnap. Hát. Mit vársz? Győzelmet, mint minden magyar. Remélem, hogy végre megtörik ez az átok, nevezzük annak, hogy ez a szerencsétlen sorozat, és egy magabiztos játékkal egy nullás győzelem, és ennek örülni fogunk. Kell tartanunk az ellenféltől? Erős csapat? Mármint hozzánk képest, most a viszonyítás. Hát a mai futballban nehéz ezt mondani, hogy most ki a gyenge, ki az erős. Láttunk már példákat egy Andorra, és hasonló szintű csapatok megvicceltek erősebb válogatottakat. Szerintem ez attól függ, hogy igazából fizikálisan szerintem rendben van minden csapat a maga szintjén. Tehát ez nem lehet probléma. Én azt gondolom, hogy ez inkább mentálisan és fejbe fog eldőlni, illetve abban, hogy mennyire mernek bátran játszani, és szerintem onnantól nem lehet probléma. Egybe van ez a magyar csapat, amelyik játszani fog? Mert ugye hát... Hát a válogatottra gondolsz? Igen. Én megmondom őszintén, nem szívesen mennék bele elemezgetésbe. Egyrészt nem az én asztalom. Én igazából ezt csak így szakmai szemmel figyelem. Nyilván én is levonom a konzekvenciákat. Nekem is van egy véleményem, de nem szeretnék se tanácsokat adni, se bírálni. Ez az aktuális szövetségi kapitány feladata és az ő stábjai. Kit védetnél akkor, mint kapus edzőt kérdezni? Hát igazából most csak a sablon tudom mondani, hogy kapus fronton szerintem jól állunk, mert ugye van az Ádám, a Gulácsi, a Király Gabit is ide sorolnám még mindig, aki szerintem most attól függően, hogy 38 éves és sokan leöregezik, szerintem még mindig hibátlan fizikai és mentális állapotban van. Tehát erre mondom azt, hogy ez a szövetségi kapitány dolga, hogy kinek fogja azt mondani, hogy akkor ő az egyes. Szerintem ebbe akárkit is állít be, akár a Megyeri Balást is említhetném, hibázni nem tud. Tehát mindegyik kapus jó formában van, legalábbis ugye, hogy a híreket halljuk, illetve akiket tudunk tévén nézni, azt nézzük. Tehát ez a csalódott lennél, ha nem nyernénk?
Hát mint, azt hiszem minden magyar igen, csalódott lennék, illetve én annak szurkolok nagyon, hogy lábaljunk már ki ebből a gödörből, ebből a negatív hullámból, hogy legyen végre egy olyan átütő siker, és most nem ilyen hatalmas nagy dolgokra gondolok, de hogy egy kicsit látszódjon, hogy elindultunk fölfelé. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség. A Dino Sporthíradó autós partnere a Prémium Autóház Kft. A Dino Sporthíradó motoros partnere az Asics Motorsport Ladies Team támogatója, az Asics Complex. A Dino Sporthíradó vizes partnere a Jet Power, mert vizen száguldani jó. A gyógyulásnak számtalan útja van. Reflexológia, fitoterápia, akupunktúra, kineziológia, biorezonancia, akupresszúra, kiropraktika, balneoterápia, és sorolhatnám tovább. De mindegyikben van valami közös. Mind alternatív. Művészetek palotájában a nagy teremben a Bartók Béla Nemzeti